Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják. Elsősorban az iparfejlesztést tartja szem előtt Szakcs polgármestere. Récsei Gábor úgy vélekedik, ezzel lehet helyben tartani a munkaerőt, és ennek eredményeként a lakosság létszáma sem csappan. Az elmúlt években megszámlálhatatlan pályázatot nyújtottak be a falu korszerűsítése és fejlesztése érdekében. Igazából most vagyunk, ez három évvel ezelőtt még üresen álló önkormányzati területek vagy telkek voltak, és egy befektető érdeklődés után döntött ugye az önkormányzat, hogy bérben aztán eladja ezt a területet. Amint láthatjuk, a befektető már is készült a naperőmű kivitelezésével, fél meg a teljesítmény, és az idei évben már egész évben üzemelt, ezt tavasszal sikerült elindítanunk, üzembe helyeznünk. Igazából az önkormányzat szempontjából azért fontos ez a beruházás, mert iparűzési adóbevételt jelent a településnek, az pedig legalább 20 év tekintetében egy ilyen működő naperem vagy naperőmű viszonylatában nem kevés összeg, és egy biztos önkormányzati forrás. Récsei Gábor Szakcs polgármestere elsődlegesnek tartja a helyi iparfejlesztést. Több olyan beruházás is indult a településen, mely hosszú távon a helyi adóerő képességet növeli. Ilyen ez az útfejlesztés is, mely első lépcsője a további várhatóan több lépcsős gazdasági övezet kialakításának. Mindenféleképpen fontos a gazdaságfejlesztés tekintetében az, hogy olyan infrastruktúrával rendelkezzen, ami egyrészt vonzó lehet egy befektető számára, vagy befektetni szándékozó cég számára. Én azt gondolom, hogy az elkészült útburkolat, közművek, víz, villany, tűzivíz, illetve közvilágítás egy új üteme annak, hogy sikeresen tudjuk ide vonzani a befektetni szándékozókat. Egyébként az ötlet abból merült fel, hogy volt olyan érdeklődő, aki szeretett volna befektetni, meg is nézte az önkormányzat tulajdonában lévő területet, viszont azt tapasztalt, hogy semmilyen burkolt úton nem lehet megközelíteni, nem rendelkezik közművel, és gyakorlatilag ilyentől kezdve már nem is érdekelte a területet. Így ezzel a topos lehetőséggel, fejlesztési lehetőséggel, pályázattal viszont ezt meg tudtuk valósítani, és azt gondoljuk, hogy azt reméljük, hogy így nagyobb eséllyel tudunk indulni. A beruházás összességében 110 millió forintba került. Az iparfejlesztési elképzelések mellett a település legnagyobb gondja a vízelvezetés kérdése. Erre is megszülettek az elképzelések. Rövid távon legfontosabbnak azokat tartom, azokat a fejlesztéseket, amiket már megpályáztunk, és tudjuk, hogy sikerült megnyernünk. Viszont az előkészítése még vissza van, ilyen a csapadékvízelvezetés. Ezt idén sikerült megnyernünk, jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése folyik. A műszaki ellenőrt, közbeszerzőt már megversenyeztük. Megversenyeztettük, tehát megvannak az erre hivatott személyek, és tervénk szerint jövő áprilisában indulhat a kivitelezés is. Az eredménye a két olyan utca, ahol problémát okozott már több ízben a csapadékvíz, illetve annak az elvezetésének hiánya. Ezt próbáljuk orvosolni egy burkolt mederrendszerrel, és azt az önkormányzat tulajdonában lévő befogadóba fogjuk bevezetni, ahol pedig különböző műtárgyakkal próbáljuk a részben megtartani, illetve szabályozott keretek között tovább engedni. A megtartása talán azért is fontos, hiszen az előbb említettem, hogy a kultúr tekintetében problémát okozott a vízellátás, és tavaszi, illetve kora nyári időszakban a mezőgazdasági szükséglet, ami mondjuk az esetben vegyszerezést jelenti, az a település vízfogyasztásának szerintem egy harmada legalább. Hogyha azt már mondjuk tudjuk biztosítani egyéb más forrásból, annyival könnyítünk a saját ivóvíz rendszerünkön. Mert hogy Szakcson ma is lajtkocsi hordja a vizet. Történt, hogy tönkrement a település egyetlen ivóvízkutya. Jelenleg a kormányzat segítsége alapján 35 millió forintot nyertek az új kút kialakítására. Jelenleg ott tart a fejlesztés, hogy a kút megfúrásra került 165 méter mélyen, és a következő két hétben pedig a teljes gépészet kiépítése, illetve rendszer beállítása megtörténik. December 20 a céldátum, tehát mondhatnunk azt, hogy karácsony ajándékként saját ivóvizet tudunk inni, reméljük, hogy nagyon egészségesebb. A település temetőjének ravatalozója egyházi tulajdonban van. Helyi Római Katolikus Egyház községünk is sikeresen tudott pályázni magyar falus pályázati lehetőségben.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy a rabatalozó temetők felújítására kiírt 2020-as felhívásra nyertes pályázatot tudott benyújtani. A rabatalozó tekintetében a fejlesztés teljes belső burkolat cserét jelent, a vakolatjavítás, festés, külső nyílászárok, külső festés, egy új vizesblokk kialakítása, a vizesblokk elérhetőségét szolgáló járda építése és eszközbeszerzés. A Szakcson működő idős otthon 28 lakóját ez idáig sikerült megvédeni a vírusjárványtól. Ám a napokban COVID-pozitív lakót mutatott ki a teszt. Akármennyire is próbáltunk kitartani, március volt, amióta megjelent a COVID Magyarországon, elért bennünket, úgyhogy az idősek otthonában találtak sajnos pozitív bentlakót, és emiatt úgy döntöttünk közösen, hogy az otthon dolgozói közül 7 fő beköltözik az intézménybe, és egészen a karantén végéig ott teljesítenek szolgálatot. A vírushelyzet a település konyháján dolgozók számára is a karantént jelenti, így 10 napig nem lesz ilyen ellátás a faluban. A jövőről szólva Récsei Gábor azt mondja, továbbra is folyamatosan pályáznak majd minden lehetséges alapra, mert a nagyszámok törvénye alapján sok pályázatból nagyobb forrás gyűjthető be a tervek megvalósítására. A település tárgyi, szellemi örökségét, hagyományait őrzi és mutatja be az utókornak a Döbrőközi Tájház. Az ide látogatók megismerkedhetnek többek között a döbrőközi hímzéssel, a pille viseletével, a gyűjtemény használati tárgyai pedig a néhai, döbrőközi emberek mindennapi életébe kalauzolja el a látogatókat. 2011-ben vásárolta meg a Döbrőközi Önkormányzat a falu központjában álló tornácos házat, amelyet felújítottak, és a település lakóinak adományaiból tájházat alakítottak ki. A tárgyi és szellemi örökséget bemutató gyűjtemény 2014. júliusa óta látogatható. Döbrököz a kaposmente tájegységéhez tartozik, ezért a hímzésében és a kaposmenti fehér és lyukhímzés az, ami megtalálható és fellelhető volt. Attól az időtől kezdve, hogy elkezdtük a tájházba gyűjtést, nagyon sok ilyen anyagot kaptunk. Ez nyilván ugye a textiliákon mutatkozik meg. Az első, ami nagyon mutatós és tényleg nagyon szép és különleges dolog, hogy nagyon sok olyan párnát kaptunk, ahol ezek a hímzések még látszanak, és ezek nagyon dekoratívak, és nagyon-nagyon sok háznál megtalálhatóak voltak. Tulajdonképpen ez a menyecskének, az újasszonynak, a menyasszonynak a kerengyéjéhez tartozott. Ezek az ágynemű imzései megtalálhatóak aztán nem csak a felnőttek, hanem a kisgyereknek a kerengyéi között is. Ugye nagyon szép csipkés pólyákat készítettek, a kisgyereknek a ruházatának is, fejkötőjén is látható. Ami a viseletre jellemző volt, ugye a női viseletben igazából a fehér himzés, illetve a luk himzés az alsó nemén látszik. A női alsó ingeknek az első része volt himezve, majd ilyen képet is mutatok, illetve az alsó szoknyák gyakorlatilag ugye nálunk péntőnek hívták, annak az alsó szegélyezése volt ezzel a himzéssel díszítve. A férfi viseletben viszont a vőlegény ing volt az, ami csodálatos himzést mutatott, ez tiszta fehér himzés volt az első része, illetve a manzsetta része a vőlegény ingnek. Ezek olyan sűrű fehér hímzésű anyagok voltak, amiket gyakorlatilag a világháború után azért veszítettünk el, mert az asszonyok dörzsikének használták otthon, ugyanis olyan sűrű, kemény része volt ez a vászonnak, ami még erre is alkalmas volt. A hagyományos döbröközi hímzés ma is él. Ezt mutatják ezek az iskolai ballagásra készült szalagok. Ballagási szalagnak készült 8. osztály végén, ugye a búcsúzó osztály az iskola zászlajára köti fel a szalagját, rajta az évszámokkal, hogy meddig járt az iskolába, illetve, hogy mikor lesz az első találkozó, és ebből 2 készült. Nagy tradíciója volt a településen a pillének, amelyet eredetileg azok az asszonyok hordhattak, akiknek még nem született meg az első gyermekük. Ezt követően ugyanis bársony vagy selyemkendőt kellett viselniük a fejükön. A döbrőközi női viseletnek az ékessége volt a pille. A pille viselése igazából a kendőkötésből alakult ki. Amikor régen az asszonyok a kendőt bekötötték, hátul egy ilyen pilleforma szárnyat készítettek a kendő sarkából. És később ezeket a
kendőket gyakorlatilag megszabták úgy, hogy a sarka egy szép motivumot tartalmazzon, kikeményítették, és dobozszerűen a fejükre tették. Na most, hogy ne kelljen állandóan ezzel a dobozzal, vagy a kendőkötéssel ugye foglalkozni, ezek a dobozok, ezek a pillék mindig keményebbek lettek, és minél egyszerűsödött, hogy csak egy tüzéssel, egy-két tűvel a fejükre tudják tenni. Nagyon sokfajta pillét készítettek. Vannak olyan régi pilléink, amik tulajdonképpen látszik, hogy egy-egy kendőből lettek kialakítva, megvarva, tehát a kendőnek a sarkaiból alakultak ki ezek a pilleformák. Most a pillék alá azért a hajat is kellett takarni valamivel, és az a valami, azt nevezzük fejcsipkének. Ennek is voltak különböző változatai. Volt az, amikor ilyen kis sapkaszerű dolgot készítettek, ezt rátették a nőknek a feltekert kontyára, és elől megmaradtak ezek a kis csipkék. Ezt volt, aki a kendő alatt is viselte. Az épületben három helyiséget alakítottak ki. A tiszta szoba, a konyha és a hátsó szoba tárgyai, a berendezések, a néhai döbröközi emberek mindennapi életét mutatják be. Nem volt elektromos áram, nem voltak elektromos gépek az asszonyoknak a segítségére, ezért láthatunk parazsas vasalókat, aztán rókákat, amivel a fonalat készítették, a petróleum lámpát az asztalon. Tehát ez azt a fajta életet mutatja be, amikor még az energia maga volt az ember. Cimbalmon itt látszik, amikről beszéltem már, hogy nagyon sok szép selyem és bársonykendőt használtak az asszonyok, ebből van itt egy bemutató gyűjteményünk. Ebben a szobában a szekrényekben hétköznapos ruhákat találunk, és van egy ládikánk, amiben szintén a hétköznapi életnek a használati dolgait látjuk. Itt is vannak belinerkendők, és a rózsástutyi, ami Döbrökközön is a gyerekeknek, asszonyoknak szinte mindennapos viseletük volt, és ezt is ugye nagyon szép kézi munkával díszítették, még a kötés mellett színes vonalakkal díszítették az asszonyok. Tájház gyűjteményeit bárki megtekintheti, aki szeretne a múltra emlékezni. Az önkormányzat pályázati forrásból újabb beruházást tervez, az udvaron alakítanának ki egy közösségi teret, és egy sütő alkalmatosságot is szeretnének felállítani, ahol az asszonyok döbröközi likas kalácsot sütnének. Bár a Földi István könyvtár, ahogy az ország többi könyvtára is zárva tart, folyik a munka a Dombóvári intézményben. A könyvek cseréje az ablakon keresztül történik, és folyamatosan érkeznek a legújabb kiadványok is. Az intézmény vezetője azt mondja, a gyereklátogatók alig egy harmadából lesz később rendszeres kölcsönző. Ingyen elvihető könyvek sorakoznak a Dombóvári könyvtár előtt. Bár az intézmény hivatalosan zárva tart, folyik a megközelítően 90 ezeres kötetállomány átvizsgálása. A selejtezés eredménye a szabadon választható és elvihető könyvhalmaz. Ja, ezeket hoztad? Köszönöm szépen. Jó, köszönjük szépen. Az olvasóegyet gyorsan kiírom. Így lehet kölcsönözni. Alkalmanként 15 dokumentum is elvihető egyszerre az átmeneti időszakban. Az olvasási kedv nem csappant. A tavaszi időszakhoz hasonlóan, ugye november 11-e óta a Földi István könyvtár nem látogatható, viszont beiratkozott olvasóinknak a 7-4 napján, napi 2 órában, de természetesen ezt rugalmasan kezeljük, kölcsönzési lehetőséget biztosítunk olvasóinknak. Jelöltünk meg délelőtti és délutáni időpontokat is, hogy mindenki ide tudjon érni, aki dolgozik. A kölcsönzés menete az úgy zajlik, hogy az olvasói igényeket e-mailben, SMS-ben vagy Messenger üzenet keresztül kapjuk meg. Kollégáink a leadott elérhetőségek valamelyikére válaszolnak, hogyha összeállítottuk a könyvcsomagokat, hogy lehet értük jönni. A szükség esetén hosszabbítunk, előjegyzést is lehet kérni. Az irodai szolgáltatásaink jelenleg szünetelnek, tehát nincs fénymásolás, nyomtatás, szkennelés.
Visszahozott könyveket természetesen elkülönítjük, és 4-5 nap után pedig visszarakjuk a polcra. Folyamatosan érkeznek az új könyvek, így az olvasók nem maradnak le a legújabb kiadványokról sem. A Túl az Operencián című levelezős játékunkat továbbra is folytatjuk az iskolákkal. Az eddig is levelezős formában zajlott, és illetve igény van rá, folytatjuk. A leltározás egyébként mind a kölcsönző térben, mind pedig az alaksori raktárunkban folyamatosan zajlik. A köztudatban azt terjedt el, ugyebár, hogy látogatási tilalom van, tehát vissza kell találnunk az olvasókhoz, hogy megszólítsuk őket, tehát tudjanak róla, hogy ilyen lehetőség azért adott, tehát jöhetnek, jönnek az olvasók. Megkeressük őket e-mailben, interneten, hogy mik a lehetőségek. A könyvtár vezetője azt mondja, az iskola rendszeren keresztül a gyerekek életébe a mindennapos könyvtár használat és jelenlét egészen a gimnázium végéig beépül. Ezt követően azonban egy jelentős visszaesés tapasztalható. A számok azt mutatják, a gyerekolvasók alig egyharmada lesz felnőttként rendszeres látogató. Kettős jubileum jegyében szervezték meg a Dombóvári Karate Klub hagyományos versenyét, a Suli Kupát. A városban 45 évvel ezelőtt kezdődött el a szakmai munka, és az utóbbi 10 évben már világversenyeken is hoztak szép eredményeket a klub versenyzői. Divatirányzatok népszerűsége változik a karatéban, de a Dombóvári Klub abszolút hagyománytisztelő, a keményebb karate elkötelezett hívei ők. A Dombóvári Karate Klub nem amolyan tipikus eredményhajhászó, a minél több pont, illetve jobb helyezés elérésére törekvő klubként jött létre 45 évvel ezelőtt. A karate szellemiségét minél több gyerekbe beleplántáló sportformációként inkább. Ez a filozófia ma is prioritást élvez a klubnál, mindamellett, hogy a tehetségek az utóbbi 10-15 évben az országos kiemelt versenyeken is jeleskedtek. Egy kis rácra, noha nem lett bajnok, legalább annyira büszke a klubvezető, mint a diákolimpiák tucatnyi érmeseire a közelebb, illetve távolabbi múltból. Volt olyan kis diák, aki közén került, aki szinte mélyszegénységből és a bőrszínéből adódóan hátrányos helyzetből indult, és pont ő az, aki már a bíróságra is megjelenhet, mivel ő rendőrnyomozó. Tehát a törvény oldaláról képviseli az igazságot, az igazságszolgáltatást, és őt szoktam én hozni példaként, hogyha neki sikerülhetett ez a kitűrés ebből a környezetből, akkor most is ez mással is megtörténhet. A magatartás zavaros, általában problémás gyerekeken is segített a karate sportág annak alapjaival való ismerkedés, amire szintén büszkék a klubnál. Annak is örülök, hogyha a viszonylag magatartás problémás kezelhetetlen gyereket lehozzák a szülők, és már szinte kétségbe is van esve, hogy hát nem tudnak már vele mit csinálni, mert az iskolában is probléma van vele, meg a játszótéren, meg mindenhol. Én ezeket a gyerekeket szeretem leginkább, ő bennük van egy kis spiritus, tele vannak energiával, és belülük lesznek a legjobb élversenyzőink. Kimondott cél volt ezen a versenyen, hogy sokan tudjanak a hozzájuk legközelebb álló versenyszámok egyikében, mert hogy különböző fizikai számok is voltak, érmet szerezni, hozzájárulva ezzel a közelgő évvégi ünnepi hangulathoz. Miközben a felnőtt korhoz érve rendszeresen távoznak az addig sikeres versenyzők a Dombóvári Klubtól, ez az életrendje, az utóbbi 5-10 évben mindig jönnek fel azok az új karatékák, akik tehetségük és szorgalmuk folytán biztosítják az eredményességben a folyamatosságot. A lányok közül Kovács Adriána a közeljövő egyik nagy reménységének számít, akinek a jelekből ítélve a szerénysége a tudásánál is nagyobb, ezért tudott már győzni, nem is egyszer, korosztályos világbajnokságokon is. Nem tartom magam olyan kiemelkedően jónak. Esélyesnek tartom magam a győzelemre, de ugyanúgy esélyt adok annak is, hogy az ellenfelem győz. Nem szabad senkit lebecsülni, alábecsülni. Igen, igazából a való életben is egy domináns személy vagyok, így ez megvan a tatamin is, hogy domináns személyként. Irányítod a mérkőzéseket? Igen. Most is ez történt. Kedvenc számában a küzdelemben mind a három mérkőzését megnyerte a dombóvári karatéka a Suli Kupán. Ez mindig azt mondja, hogy mindig először kell ütni, és így magyarán átveszük az irányítást a küzdelemben.
úgymond megfélemlítjük az ellenfelet. Van-e jellegzetes rugás és ütés kombinációd, amit majd még tökéletesítetek? Minden edzésen gyakorolunk, és vannak megbeszélt taktikáink, mindig veszünk új taktikákat, de szerencsére, mert minden edzésen gyakoroljuk, ezért úgymond már reflexzelően jön, és a helyzetből adódóan. Ha úgy áll kézre, hogy ütünk, akkor ütni fogunk kombinációval, ha pedig úgy, és nincs olyan közel a távos, nincs olyan közel az ellenfél, akkor pedig rugással kombináljuk az ütéseket. Szerintem egy küzdősportban az a lényeg, hogy megtanuljuk elviselni az ütéseket. Most, hogyha esetleg megtámadnak az utcán, akkor sem fognak megállni a fejed, meg a tested előtt, hogy bocs, nem érhetek hozzád, mert megintenek. A való életben is kőkeményen meg kell ütni az ellenfelet, aki rád támad. Itt, hála Istennek, a Shotokan karatéban ugyanez a helyzet, meg kell érinteni, meg kell ütni, full kontaktba vagyunk. A karate persze arra is megtanít, hogy miképpen kell kivédeni, hatástalanítani az ütéseket, mind a tatamin, mind a való életben. Nekünk vannak nemzetközi eredményeink, az utóbbi 10 évben sikerült úgy felnőni a nemzetközi mezőnyhöz, hogy vannak világviszonylatban nem csak EB-n, hanem világbajnokságon is aranyezős bronzérmeseink, és hát rendszeresen az Ipponsóbu országos bajnokságon is, és a diákolimpián is vannak aranyezős bronzérmeseink. Hát hosszú hagyományokat, mint említettem, 45 év nem kis idő, egy ember életében sem, egy sport életében pedig abszolút szerintem elismerésre méltó. Valóban a Dombóváron létező küzdősportok között az Ipponsóbu Karate Klub már hosszabb ideje a minőséget képviseli. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!